Egy kicsit elszabadult a helyzet itt hajtéren nálam. A múltkor megkértem Berényt, hogy ne vágjon túl sokat felülről, hát egy kicsit most mókásan néz ki, így frissen mosva. De a lényeg az, hogy arra gondoltam, hogy van egy kicsi időm, hogy vágok a hajamból, legfőképpen itt oldalról, de lehet, hogy ebből is egy keveset igazítani kéne. Meglátjuk, úgyhogy tartsatok velem, hogy a titeket is érdekel, hogy hogyan igazítok a hajamból. Mielőtt hozzákezdenénk, hogyha egy jó tanácsot megfogadtok hajvágással kapcsolatban, akkor ti ne csináljátok otthon. Én szerintem nem otthon vagyok, úgyhogy én ezért merek hozzákezdeni. Elválasztjuk itt a felső részt, először innen csak az oldalából fogunk igazítani, hogy ez az oldal egy kicsit jobban ki is áll. Nem tudjuk, hogy miért, lehet, hogy elaludtam, na de lássuk. Először nagyobb fejekkel próbálkozok, utána pedig jöhetnek a kicsik, és hát igazából így próbálkozok vágni, ilyen kanalazó mozdulatokkal. Jó, már most itt csak a 3 mm-es fej van rajta. El az oldal nem nagyon akarja az igazságot. De ez egész... mintha így... tervezőasztalon terveztem volna meg ezt a formát, olyan jó. Hát igazából még gyorsan neki kezdek a hátuljának is, ameddig még nem érkezik meg a vendég. Ez a rész egyébként egészen tetszett, úgyhogy onnan nem akarok sokat vágni, de most jön a hátulja. Végül pedig jöhet a kontúr letisztázása, ehhez ezt a gépet fogom használni. Úgyhogy lássunk neki, lehet ez kicsit közelebb kell hajolnom a tükörhöz. Na látjátok, most valami ilyesmit szerettem volna magamnak csinálni, hogy itt legyen egy kicsit így átmenet, meg itt alul. Hát az alsó az kicsit nehezebb volt, de szerintem egész jól sikerült. Úgyhogy ilyen, mit szóltok hozzá? A tetejéből ráfért az igazság. Ilyen lett. Szerintem sokkal jobb, mint volt. Írjátok meg kommentben, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok! Azért szerintem jó lett. Meg vagyok elég. Ez az oldal, ez mindig rosszabb, de ez... jó. Azt hiszem, hogy egész jó lett. Mondjátok, hogy nem látjátok a változást. A szemüvegem hol van? Én nem látom, tudod. Jó, látom. És nagyon jó. Na, elégedett vagyok vele.